Sziasztok! Én Geri vagyok a Hangszerplázából, és a mai nap két nagyon baró Vox wah-pedált hoztam nektek bemutatásra. Az egyik, ez egy 846 HW, mint Handwired, illetve egy 847 C nevezetű pedálok lesznek majd, úgyhogy tartsatok velem, remélem, hogy tetszeni fog a videó. Kezdjük is az első pedálkával. Ez a gyönyörű fekete króm csoda. Ez a 846-os HW, mint Handwired. És innentől már mindenki ki is találhatja, hogy mi ez a Handwired. Hát ugye ez azt jelenti, hogy kézi húzalozás van benne. Szépen emberek megforrazgatták a kis kábelkéket. Tehát semmi nyomtatott áramkör. És akkor itt szépen gyönyörű jelátvitelünk lesz így a pedálnak köszönhető. True bypass az egész, tehát semmi nagy megfejtés. Nagyon-nagyon prémium egyébként. Ez a kis kapcsolóka csodálatos. Hát nem bánt, hogy én rálépek. Érzem, amikor bekapcsol, érzem, amikor kikapcsol. Nem mocorog. Masszív. 846 HW. A második pedálunk, a mai nap pedig ez a gyönyörű szép japán csoda, japán gyöngyszem, ez a 847-es kötőjel C nevezetű pedálka. Gyakorlatilag ennek az a történet, hogy 2020-as NAMM show-n debütált Hisato Takenaka nevezetű gitárhíróval fejlesztették ki ezt a vapedált. Ő odakint olyan, mint nekünk itthon a Tátrai Tibusz. Egy legenda a csávó, bazió gitározás van, nyugodtan keresetek rá. Azt találták ki egyébként ebbe, hogy ezt a Q-t kicsit kibővítették, többet mozog a lábunk, többet tudunk vágni, és leginkább egyébként ez a pedál a mélyekre megy rá, tehát nagyon-nagyon durván sok a mélye, szerintem, az én fülemnek, illetve egy kicsit plusz gain kapott még, tehát nem boost, hanem egy kicsikét így folyósabbá teszi az egész szólózás, hogyha éppen valaki nagy gitárhős, és akkor szeret crybabyzni is közben. És akkor most nézzük meg, hogy is szól ez a japán csoda. Bekapcs! Azért valóban elég mély, én úgy érzem. Most nézzük is meg akkor egyből a Handwired-öt. És most még csak egy akkord, hogy halljátok ti is. Ez a japán. Ez pedig a Handwired. Wow.
még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit majdnem elfelejtettem nektek mondani, és az pedig az, hogy a 846 Handwired modell kizárólag elemmel működtethető, nincsen 9 voltos adapter csatlakozó. De legalább gyönyörű hangja van. Tehát azért, aki szereti ezt a Woodstock, Jimi Hendrix sztorit, akkor ez megkapja azt a hangot igazából ugyanúgy. A Japánban viszont azért ezt megkapjuk, hál' Istennek, ezt a 9 voltos adapteres csatlakozási lehetőséget, úgyhogy kinek mi. Köszönöm szépen! Yeah.